Ellátogattam új helyi Andrea ének és színművésznőhöz, akivel beszélgettem esküvőről, színházról, szerepekről, kudarcokról, sikerekről, az ő élményeiről, az ő személyiségén átengedve. Ha két nő leül egymással beszélgetni, megvan a szimpátia, akkor ott bőven lesz téma. A mi esetünkben is ez történt, hiszen beleláthattam és belekérdezhettem azokba a tevékenységekbe, amelyek Andra érdeklődésének és a létezéshez való hozzáállásának fontos eszenciái. Kezdve a Theta Healing alternatív gyógyászati és terápiás módszerrel. Ovó néniként kezdtem el dolgozni, mellette próbáltam énekelni, aztán rájöttem, hogy az éneklés az... Az, az nekem, nekem az kell főállásban. És akkor ott hagytam az OVIT, és vállalkozó lettem. Mivel a gyerekek is nagyon fontosak számomra, és nagyon szeretem őket, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy minél korábban megkapják a zenei fejlesztést, illetve hogy minél korábban találkozzanak a zenével, ezért elkezdtem zeneóvikat csinálni, zenebölcsit, és ilyen babákkal foglalkozni, ami számomra teljesen új volt, és nagyon véletlenül kerültem ezzel kapcsolatban, és nagyon féltem tőle először. Viszont annyira kedves anyukákkal találkoztam az első csoportomban, hogy, hogy úgy jöttem ki, hogy azt a mindenit, hát, hát én, én ezt szeretném csinálni, és akkor kértem segítséget, szépen tovább képeztem magam, hogy hogy ott is megálljam a helyem, és akkor így mellette tudtam csinálni a, a színházat. És akkor utána ö, jött egy nagyobb törés az életemben, és akkor kezdtem el így a spirituális világ felé is nyitni az alternatív gyógyászat felé. Elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mi is történik a, az ember lelkében az ember agyában, hogy ö, hogy lehet irányítani az embernek a sorsát az életét, úgyhogy így ez a terület is kicsit így bekúszott az életembe. Hány éves voltál ekkor? Amikor a, a spirituális igen, dolgok igen, igen. jöttek, hát mikor volt az, 29-30, valahogy így. Ugye az embernek azért kellenek a tapasztalatok, ahhoz egy kicsit képbe legyen a világgal, önmagával, és akkor, akkor tud az érdeklődése tovább nyelni. Ugye ez nálad pont akkor időszerű volt, ugye említetted ezt a, ezt a töréspontot, hogy ezek hozták így össze, hogy a személyiség is ott tartott, és a töréspont is? Igen, nagyon sokszor bekúszott már az életembe ez a, ez a spirituális világ. Jártam kineziológushoz, meg azért így, így mindig vonzott, viszont a, az én családomban ez nem egy divatos dolog, tehát hogy milyennekkel nem foglalkoztunk. És ezért én, én, én úgy mindig úgy, úgy eltaszítottam magamtól, hogy hát ez, ez nem. És aztán igen, igen, jött ez a, ez a törés. Azt mondják, vagy most már így, így hiszem, hogy ö, sokszor ö, megérinti az embert, tehát többször bejön az életébe az, amivel foglalkoznia kell, egyre erőteljesebben addig a pontig, amíg, amíg észreveszi, hogy ezzel neki dolga van. És úgy gondolom, hogy ez volt az a törés, ami, aminek meg kellett történnie azért, hogy akkor ö, igazán oda tudjak fordulni a a spiritualizmus felé. Hogyan volt ez, a, ez az odafordulás? Mert ugye mondtad, hogy a, a családod az nem ezeket a nézeteket tartja a középpontban. Gondolom, ehhez neked ezt meg kellett tapasztalnod. Szóval, hogy te is el, elkezd benne hinni, hogy ne szkeptikusan fordulj fel, és ne azt gondold, hogy ez a horoszkópa nem tudom melyik újságból kategória. Nem, igen. Nagyon sokat olvastam interneten, illetve könyveket rendeltem, a, hogy hogy is, hogy is működnek, hogy miért történnek törések az ember életében, hogy tudja bevonzani a dolgokat, ez volt az első, ami nagyon elkezdett uh, érdekelni. És bejelentkeztem uh, egy agykontroll tanfolyamra, mert elkezdtem az interneten videókat nézegetni, és nagyon megfogott ez az agykontroll. Uh, majd... Uh, egy felépésre mentünk, és ugye a kocsiba nagyon sokat lehet <laughs> beszélgetni, és én akkor nagyon össze voltam törve, és éppen olvastam valamit, és a kolléganőtől kérdeztem, hogy ő hisze ezekben a dolgokban. És mondta, hogy igen, és hogy ő egy bizonyos technikát, a Theta Healing-et használja. És akkor ő elkezdett mesélni, mondtam, hogy hát ez nem tudom mi, és elkezdett mesélni, és engem teljesen elvarázsolt, és mondtam, hogy na hát nekem, nekem erre szükségem van. Úgyhogy éjszak, amikor hazaértem, letöltöttem a könyvet, elolvastam, bejelentkeztem a, a tanfolyamra, elvégeztem, és hát rengeteg minden változott az életemben. De igen, a családban azért ezt úgy finoman kellett... <laughs> adagolni, főleg az édesapám, aki, aki erre kevésbé nyitott, viszont mostanra már eljutottunk oda, hogy lehet vele, lehet vele erről beszélgetni, és már nagyon sok mindent elfogadott ebből, és szépen lehet őt is azért terelgetni. Én, én azt gondolom, hogy az embernek hinnie kell valamiben, tehát mindenki hisz valamiben, és lehet, hogy ugyanazt mondjuk, csak másképpen fogalmazzuk meg, és szerintem ez itt a dolog nyitja, hogy, hogy meg kell találni, hogy mi az, ami, ami neked belefér, és mi az, ahogy hogy tudom, hogy tudom neked átadni úgy, hogy, hogy számodra is emészthető legyen. És ez lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több, és de szerintem szerintem mindenkihez el tudunk jutni ezen az úton. Akkor, hogyha jól értem, hogy a hitet gondolod a a fő fontosságúnak az, hogy az ember, különböző emberek milyen elfoglaltsággal élik meg a hitet, az valójában mindegy. Én így gondolom, erre jöttem rá, hogy ha csak ha, ha magadban hiszel, akkor is hiszel valamiben, vagy a sorsban, vagy a szerencsében. De mindenki azt mondja, hogy hogy hisz, hisz valamiben, tehát hogy, hogy muszáj. És, és nagyon sok hasonlóság van a, a hitek között. Csak csak valakinek ez áll közelebb hozzá van, akinek az, vagy valakihez az. Bejelentkeztél az első tét a healingedre, és annak gondolom, hogy ha utána te foglalkoztál vele el, is végezted ezt a képzést, akkor annak ott egy nagyon jelentős eseménynek kellett lennie. Nem. Nem, Nem? Hogy egyből kezdted a tanfolyamra? Igen. Ö, elolvastam a könyvet, és nagyon furcsa érzés volt, és ezt a kolléganőt mindig hívogattam, mert hogy olvastam a könyvet, és nekem olyan érzésem volt, mintha én ezt, mintha én ezt tudnám. Szóval nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és... Ö, Azért szeretem a tétát, mert minden le van írva a könyvben, tehát nem kell elmenned, ha magadnak akarod csinálni, tehát magadon akarod alkalmazni, akkor nem kell elmenned tanfolyamra, hanem te otthon meg tudod tanulni, mert, mert minden ott van benne a könyvben, és én végigcsináltam az összes gyakorlatot, és utána mentem el a tanfolyamra. Tehát úgy kezelésen, konzultáción nem voltam senkinél. Tióhéjban annyi, hogy ez egy energiagyógyászati ágazat, egy meditációs technika, tulajdonképpen az agyunkat állítjuk téta agy hullámra, ami az alvás és az ébrenlét közötti állapot, és ebben az állapotban hozzáférünk a tudatalattihoz, mert hogy a tudatalattiban vannak elraktározó azok a dolgok, amik irányítják az életünket, de nem tudunk róla. Nagyon sokszor van olyan, hogy hú, ezt most nem tudom, miért mondtam, vagy Jézusom, ezt most miért csináltam, és az, az mind a tudatalatti. A, 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 a tudatalattiban a legkevesebb százalék az, ami a sajátunk. Nagyon sok az öröklött, amit a társadalomból felveszünk, vagy előző életekből, aki hisz benne, úgyhogy ezeket így mind magunkba szippantjuk, és, és, és ugye befolyásolja az életünket, alakítja az életünket, anélkül, hogy tudnánk róla. Úgyhogy egy konzultáción, Hogyha adott problémával jön a kliens, akár betegséggel, vagy szorongás, bármiféle lelki gond, nagyon sokan párkapcsolati gondokkal jönnek, hogy nem, nem, nem sikerül egy jó kapcsolatot kialakítani, akkor ennek keressük meg a múltbeli gyökerét, és ott, a, ha megtaláltuk azt a gyökér problémát, ott feloldjuk a negatív érzéseket, és pozitívakat töltünk a helyére, és ezáltal változik a... Az élet úgy, tulajdonképpen. Amikor ö, ilyet ö, csinálsz valakivel, akkor, ö, akkor akkor van ennek egy ilyen íve, hogy eljut, eljut a felszabadulás érzéséig, hogy ö, hogy ezt a végig tudod követni, ez látható? Minden, mindenképpen, mindenképpen. Azt nem mondom, hogy mindig elég egy alkalom, de azért általában a felszabadulna. Addig, addig nem engedjük el, amíg amíg nincs meg az a, az a felszabadulás. Általában egy problémával foglalkozunk, és azt az egyet ö, meg szoktuk tudni oldani. Ö, a feszültség az mindenképpen elmúlik, a lelke könnyebb lesz, illetve ami nagyon fontos, hogy megérti, hogy miért történt az, és hogy mi volt belőle a tanulnivaló. Mert hogy minden, ö, minden eseményből, minden problémából, minden történésből kell valamit tanulnunk, illetve minden ö, találkozásból is. Nem véletlenül találkozunk azokkal az emberekkel. És a, amikor a tudatalattinkat kapargatjuk, akkor, akkor a léleknek ez mennyire kimerítő folyamat. Oké, hogy a végén, hogyha eljutunk addig a megértésig felszabadulásig, viszont viszont biztos hullámbölgyes lehet ez az út. Ezt nagyon kimerítő. Nagyon kimerítő. Főleg azért, mert az egó dolgozik és úgy vagyunk beállítva, hogy hiába rossz valami, de biztonságos. És a, az új pedig bizonytalan, és ezért az ego foggal körömmel ragaszkodik a rosszhoz, a, a beidegződéshez, a régi mintához, a, a régi programhoz. És először azt kell elengednünk, hogy megengedjük azt, hogy megengedjük a változást megengedjük magunknak azt, hogy bizonytalan, de, de lehet, hogy jobb lesz. És lehet, hogy nem holnap lesz jobb, de, de ha előre tekintünk, akkor, akkor mindenképpen. Úgyhogy szerintem, szerintem ez a legnehezebb, és ez a legkimerítőbb, amíg az ember megengedi ezt saját magának. Illetve azt kell mérlegelni, és ezt az elején mindig szoktam mondani, hogy felelősséget vállalni azért, hogy itt változások történnek, és azután az életedben is változást hoz, és nem biztos, hogy jó, mert nagyon sok esetben tönkre megy egy házasság, vagy elmennek a barátok, úgyhogy történhetnek ilyenek is. Viszont ha az ember szeretne változtatni, akkor bevállalja, hogy messze, mi lesz, ami lesz. Amikor ö, ide jön valaki, és ö, egy konzultáción vesz részt, akkor utána nem arra szám, vagy ne arra számítson, hogy kimegy a kapun, és akkor minden tökéletes, hanem hogy itt egy olyan útravalót kap magának, ami utána dolgozni fog benne, hogy, a, hogy, hogy ezt feloldja. Jól, jól, értem, hogy jól értem igen, ezeket? Igen, ezt kell megértetni az emberekkel, hogy nem varázslat történik, és nem, nem én oldom meg az ő életét, hanem én hozzásegítem ahhoz, hogy ő meg tudja oldani a saját életét. És ha hazamegy, és elmúlik ez a... Mert általában úgy mennek haza, hogy ilyen felfokozott állapotban vannak, hiszen elmegy a stressz, fel vannak töltve energiával, azt érzik, hogy na most aztán enyém a világ, és, és tényleg bármit megtehetek, viszont ez az energiaszint ezért a napok alatt sajnos csökken és szoktam mondani, hogy figyeljenek oda arra, hogy mi változtattunk, és hogy ez már, ez már nem kell az ő életükben, és hogy ezt tudatosan nekik otthon kell felismerni, hogy erre nekem már nincsen szükségem, én már befogadtam az újat, úgyhogy ez egy, egy elég kemény önmunka utána, de, de megéri. Van ennek egy forgatókönyv, vagy ennek hogyan kell kinéznie, vagy mindig az adott személy, az adott gondjával formálja a ti konzultációtokat? Um, Nagyban függ az adott személytől, meg az ő személyiségétől, meg hogy mennyire nyitott, mennyire befogadó, de általában ugye zelen van egy kis beszélgetés, elmondja, hogy, hogy mind szeretne változtatni, én is elmondom, hogy hogy néz ki ez a konzultáció, utána, amíg, amíg ő megnyugszik, addig úgy mondjuk, hogy leolvasás. Én nézem meg, hogy hozzákapcsolódok a, a személyhez, engedélyt kérek tőle, hogy láthassam, ami benne zajlik, és megnézem, hogy a testében hol vannak olyan blokkok, amik készen állnak az elengedésre, illetve melyik szervének milyen letöltésekre, milyen plusz új érzésekre lenne szüksége. Addig ő szépen kicsit akklimatizálódik, megnyugszik, és akkor utána térünk rá arra bizonyos problémára, amivel jött azt szépen leásogatjuk, megoldjuk egészen addig, amíg vagy semlegessé válik az adott probléma, vagy pedig jó érzésekkel töltődik fel. És a végén pedig van még egy-két ilyen tisztítás, illetve szoktunk a végén manifestálni a jövőre nézve, hogy mit szeretne, mi, mi lenne az, hogyha lenne egy varázspálcája, mindig így szoktunk kérdezni, akkor mi lenne az, amit szeretne elérni, vagy mi lenne az, amit szeretne, hogy megérkezzen az életébe. Milyen az, hogy az emberek így megnyílnak neked? Mert én úgy gondolom, hogy a személyiségedben is van ez, hogy hogy könnyen tudsz te is kapcsolódni, és, és azt érzem, hogy mások is hozzá. Szóval ehhez, ehhez kell ez a képesség is. Igen, ez egy érdekes kérdés. Most ö, egy pár hete, a hónapja pont ilyen ö, gondolkodóban vagyok e pont ezzel kapcsolatban, hogy ö, egyrészt nagyon jó, hogy, hogy tényleg könnyen tudok barátkozni, meg hogy megnyílnak az emberek. Viszont egy nagyon nagy teher is azért, mert a hétköznapokban is simán megérzik ezt, és és hát az embernek azért a lelkét, én nagyon érzékeny vagyok, és nagyon lelkis, és mindent a lelkemre veszek, és képes vagyok napokig rágódni egy, egy dolgon. Viszont a konzultáció alkalmával ugye nem teheti meg a konzulens, hogy az érzelmeit belevonja. Tehát, hogy, hogyha én belevonódok, akkor, akkor nem lesz megoldás. És... Azért voltak olyan konzultációk, amikor, amikor nagyon ott kellett lennem fejben, hogy ez nem az én problémám, és, és kívül tartani magamat, mert euh, <laughs> hát azért nagyon-nagyon át tudom érezni a, az embereknek a, a baját és az érzéseit. Úgyhogy ezen dolgoznom kell, mert euh, éppen most így, így kicsit kimerültem emiatt lelkileg, és úgy elgondolkodtam rajta, hogy tudom-e ezt az egész életem alatt vállalni és csinálni. De ugyanakkor meg olyan jó érzés segíteni másoknak, és olyan jó érzés látni, hogy, hogy úgy megy haza, hogy neki most könnyebb, és, és fölhív, hogy fú, ez változott, és, és képzeld el, hogy ez történt, és, és az meg jó. Erre fel voltál készülve, hogy ez így a folyamatban jött, már mint hogy ugye az emberek itt hagyják, itt hagyják, be, veled hagyják egy darabig, amíg te is fel nem dolgozod azt a, ami, ami miatt ők ide jöttek. Ennek, ennek az elején volt benned gondolata, vagy ez pont az, hogy hogy elkezdted ezeket csinálni, és, és ez hozta meg benned. Hát tanítják, hmm. tehát szó van róla a, a tanfolyamon, hogy nem szabad belevonódni, van erre is technika magadat, hogy tisztítod le, hogy tartod magad távol. És ezen is sokszor gondolkozom, hogy hogy vajon én alkalmas vagyok -e emiatt erre, hogy én, én száz százalékig nem tudok kívül maradni. Illetve ha én magam nagyon jól vagyok, és egybe vagyok, és, és tök jó vagyok, akkor sokkal könnyebben megy. De hogy azért attól, hogy az ember egy spirituális beállítottságú, és ezzel foglalkozik, és ugye magamon is dolgozom sokat, attól még nekem sem minden napom százszerzalékosan vidám és boldog, és, 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 az én életemben is ugyanúgy vannak problémák, és ugye azzal is meg kell küzdenem. Úgyhogy mondták és tanították, de amikor az ember találkozik vele élesben, akkor azért más. És itt, itt azért tudnak nagyon-nagyon-nagyon durva dolgokkal jönni. És és, 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 ugye olyan dolgokkal, ami, amire akkor jössz rá, hogy a te lelkedben, az, az nagyon fájdalmas. És hogy azt, 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 utána magadban is ki kell dolgozni. Sőt, azt is tanítják, hogy hogyha nagyon felzaklat maga a téma, akkor konzultáció közben kérj előtt perc szünetet, menj ki és dolgozz ki magadból, mert úgy nem tudsz a másikkal, hogyha téged felzaklatott. Úgyhogy nem könnyű azért. De akkor ez formál téged is még, nem? Vagy hogy így edz is és nagyon sok mindenen gondolkozom emiatt. Tehát sok mindent előhoz belőlem is. És, és önismeret nekem is. Egy hangtál elkészítése megközelítőleg 70-80 munkaórát vesz igénybe három mesterember közreműködésével. Általában 7-12 fémből készülnek, melyet kovácsolással préselnek össze. Ilyen manufaktúrák India északi részén, Nepálban és Tibetben találhatóak. És ilyen tálak Andrea birtokában is találhatóak. Felkeltette az érdeklődésemet, és elkezdtem utána olvasni, és nagyon megtetszett. És akkor gondolkodtam, hogy fúda jó lenne ezt megtanulni. Először abba voltam, hogy gyerekekkel szeretném. Van egy ilyen oldalam is régen, amikor gondolkoztam, hogy hova jelentkezek, akkor szerettem volna beteg gyerekekkel foglalkozni. Egy pedagógiára jelentkeztem. Azóta már. Örülök neki, hogy nem vettek föl, mert akkor még nem voltam azzal tisztában, hogy én ennyire érzékeny vagyok, tehát hogy én, én azt biztos, hogy nem bírnám. Illetve elvégeztem egy zeneterapeuta is szerettem volna lenni, az is úgy motoszkált a fejemben, és annak van egy ilyen odapedagógus diplomára épülő ö, továbbképzése, és arra elmentem, és ott is így betekintést ö, kaptam, hogy az ö, mi is, de. Az sem való nekem, mert, mert szintén csak ö, sérült és problémás gyerekekkel foglalkozik. É viszont a, a hangtál az, ö, az egy kicsit ö, finomabb dolog, és ö, ezt is lehet gyerekek közé vinni. Nagyon-nagyon imádják, és nagyon jó hatással van rájuk. Nagyon érdekes, hogy az autista gyerekekre is ö, ők is mennyire fogékonyak erre igen, de ez csak egy kis kitérő. Szóval nagyon megtetszett, és szerettem volna ezzel komolyabban foglalkozni, elmentem megtanulni, beszereztem a saját tálaimat, és elkezdtem, elkezdtem kezelgetni. És hogyan kell beszerezni a tálakat? Mert láttam, hogy azért nagyon különböző anyagokból is tudnak ezek készülni, és nem akármilyen technikával. Hát nem, és nagyon kell figyelni, mert sajnos itthon nagyon sok az olyan minőség, ami nem jó gyógyításra. Tehát nagyon szép hangja van, otthon az ember kirakja, gyönyörű, de nem tud vele gyógyítani. Ezek a tálak egy nepáli manufaktúrából vannak, tehát ott csinálják. Hétféle fényből vannak összekalapálva, és ezek ezek tényleg valódiak. Úgyhogy, úgyhogy ezek gyógyítanak. Betegségekre, illetve szorongásra, vagy csak aki relaxálni szeretne meditálni, arra is nagyon jó. Ez egy egyórás kezelés, általában egyéni. A testre és a test köré helyezzük a tálakat, és ezek az, ezeket az energia blokkokat vagy stresszgócokat, amik keletkeznek a testben, és az energiaáramlást megakadályozzák azokat próbáljuk meg kilökni a hangok segítségével. Ezek a rezgések bemennek a, a testbe, a víz, ugye a testünknek a nagy százalék a víz, azt nagyon érdekes, a gyerekeknek meg szoktam mutatni, hogyha vizet teszünk egy tába, egy hangtába, és ütjük, illetve dörzsöljük, mint a kezelés során, akkor elkezd így buborékozni és így bizsereg, és ezt imádják, meg hogy így pattog, és hogy ez történik a, a testben is. Tehát u u ugyanez, ugyanez megy végbe. És akkor hát három, hát három kezelés azért kell, minimum, amikor az ember már elkezdi érezni a hétköznapokban is a hatását. Sokkal nyugodtabb, jobban érzi magát, nem idegesíti, a kevésbé fáradékony. Tanulás közben érezted ezeket, ezeket a folyamatokat, amikről mesélsz, hogy ugye el pár alkalom, de hogy, de hogy érzed a jótékony hatását? Igen, hát mindenképpen, hát nagyon jó volt. Ott már egy kicsit be is sokaltunk, mert napokig ültünk ugye ebben a rezgésben, és akkor talán egy, az egyik hétvége után hazajöttem, és mondtam, hogy húha, és akkor fel is hívtam az oktatót, hogy ez így rendben van-e már, hogy már szédültem, már fájt a fejem, hány ingerem volt, és mondta, hogy hát igen, hát eddig, nem, eddig azért nem szokott egy átlag ember benne lenni ebben a, ebben a rezgésben. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon érdekes volt megtapasztalni. Általában kik jönnek hozzád? hogyan találnak meg szájra szájra terjedsz? Hát igen, ahogy mondtam már, amikor csak úgy beszélgettünk, hogy ez még azért nagyon gyerekcipőben jár ez az egész, és hiába próbáltam hirdetni szórólapok, újsághirdetés, az szerintem nem annyira, vagy lehet, hogy valakinek, valakinek az bejön és működik, de nekem ez a szájról szájra, tehát hogy kell az az átfutási idő, amíg már úgy hívnak föl, hogy ez és ez ajánlott, és én is szeretnék jönni. Eddig beszélgettünk a pozitív dolgokról, hogy az ember felszabadulva távozik innen, de volt már olyan, hogy valaki eljött hozzád, és... Ember ember válogatja, és azt mondja, hogy, ne arra, hogy nem arra úgy nem megy. Hangtában nem volt ilyen, olyan volt, hogy utána mondta el, hogy az elején nagyon ideges lett tőle, de azt meg tudom, de személyes tapasztalatból is tudom, hogy az elején nagyon felviszi a vérnyomást, meg az embernek úristen egy ilyen, egy ilyen menekülési reakciója lehet, és az arról sokan mesélnek, tétában volt olyan, aki, aki ott hagyott az elején, hogy ez neki, ez neki, nem megy. De hát semmi baj, tehát ő itt, 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 tart a jelen pillanatban. Tehát ezzel sincs gond. A hangtába annyira nem engedné meg a tétába se szeretem, hogyha fél úton abba hagyjuk, tehát akkor, akkor egy kis lecsengés, egy kis megnyugtatás, azért fejezzük be, hogy utána nehogy hogy nagyobb gondot, gond legyen, mint amekkora volt. Mindig értékes pillanatnak éli meg egy riporter, amikor levonhatja a tanulságot, összefoglalhat, elköszönhet egy gondolattal. De ezt én most mégis átadom Andreának, akit jó volt megismerni. Amit észrevettem a, az elmúlt időszakban, hogy nem szabad az embernek átesni a ló túloldalára. A téta például elvisz egy olyan világba, ami, ami nagyon szép és nagyon csodálatos, viszont itt kell élnünk a, a földön, és ö, nekem ez a nagy tanulnivaló, összehangolni a kettőt, megtartani magamban azt, azt a szárnyalást, vagy megpróbálni azt az energiaszintet, és ö, közben megtalálni a helyemet itt, itt, itt a földi létben.